már csak néhány szó. Alig pár perc választ el a sikertől, a beteljesüléstől. 3 éve kopogtattam be először egy kiadó ajtaján. Nem ismertem senkit sem. Pusztán az motivált, hogy megtudjam, másokat is megmozgatnak-e a soraim. Hogy vajon őket is érdekelhetik azok a dolgok? Marcangolhatják-e a lelküket ugyanolyan megpróbáltatások, mint engem? Az első siker mámora mindig felbecsületetlenül egyedi löketet ad ahhoz, hogy újra és újra papírra vessem az érzéseimet. De nem minden mámor marad velünk. És ilyenkor kézen kell fognunk azokat. Tudod, milyen az, amikor elveszíted kapcsolatodat a valósággal, és olyan, mintha csak táncolnál az érzéseiddel, amik színes ruhadarabokként simulnak a testedre? Így égnek szívemre a versoraim is. Folyamatosan csak arra vágyom, hogy itt üljek, és írhassak. Mert ilyenkor még csak tükör se kell ahhoz, hogy őszintén szembenézhessek önmagammal. Kezdetben éheztem ezt a varást, ezt a nagy méretű figyelmet, a dedikálásokat, a zsongást. Aztán valahogy ez elkezdett tompulni. Nem kényelmesedtem bele, csak valahogy felébredtem ebből a valós meséből. Határidők, konzultációk, kerekasztal beszélgetések, találkozók váltották fel az eddigi szabadidőmet. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mit gondolhatott a költő. Valahogy már nem az ez a világ. Bekebelezett és felemészt. Nem örömmel adom magam, csak megszokásból. Ideje megírnom valami olyat, amellyel megváltoznak ezek az állóvizek, amire felkapják az emberek a fejüket. Meg kell fogni az embereket szenzációra, groteszkre, nem mindennapi dolgokra éhesek. És szeretném, ha csak egy másodpercre is, de enyhíteni ezt a vágyukat. Csak hogy a saját vágyaimat nem tudtam kielégíteni. Furcsa mód, nem így képzeltem el. Tehát megírom azt, amire roppant kevesen képesek, és elhatározom, hogy be is nyújtam. Mert mindenkire vár egy mennyország a túloldalon.